A február végén indult orosz-ukrán háború miatt százezrek menekültek Ukrajnából Magyarországra. A Záhonyi vasútállomáson is alakítottak ki pihenő és segítőpontokat, de mind az öt megyei határátkelőnél támogatják a bajba jutott családokat. Nem csak ott, hanem a megyeszékhelyen is megalakult a Nyíregyházi Humanitárius Csoport, amely több szervezettel közösen azóta mintegy 1450 ukrajnai menekültnek nyújtott segítséget. Amennyiben szükséges, akkor a szállást biztosítunk, vagy mi magunk közvetlenül mi is biztosítottunk kapacitásokat, és ma is fenntartunk olyan szabad kapacitás, hogyha jönne egy hullám, ne jöjjön, akkor el tudjuk őket látni. Mi magunk, vagy partnereiken keresztül, több partnerünk is van, kiemelném közülük a Nyíregyházi Egyetemet, aki ilyen százas nagyságrendekben tud elhelyezni a kollégiumban menekülteket. Velük kötöttünk egy megállapodást, ők biztosítják a szállást, mi pedig a teljes ellátást, az étkezést az ott lévő menekülteknek. De ha menekültek már itt vannak, azok lehetnek felnőttek, gyerekek, sportolók, akkor a sportolóknak például szükséges bérlet azért, hogy tudjanak mozogni a városba. A iskola óvodai ellátás biztosítása, ott étkeztetés azok számára, akik ezt igénylik, hát az iskolában mindenki igényli. Egészségügyi alapellátás, mert emberi dolog az, hogy bárki kerülhet olyan problémába, bajba, akkor a mi egészségügyi alapellátási rendszerünk kész arra, és eddig is képes volt, hogy lekezelje és ellássa a Nyíregyházán lévő menekülteket. Jászai Menyhért hangsúlyozta, a humanitárius csoport a legnagyobb segítséget a magyar államtól kapja. De emellett rendkívül fontos együttműködő partnereik a Helyi Védelmi Bizottság, a Járási Hivatal, valamint számos karitatív szervezet. Az alpolgármester kiemelte, hogy a civil adományok mellett Nyíregyháza testvérvárosai is segítőkezet nyújtottak. Így a nyíregyházi cégek és vállalkozások kajáni finn testvérváros pénzadományaival összesen 5 millió forint értékű humanitárius alap jött létre. De a humanitárius csoport nem csak helyben segíti az ukrán menekülteket, hanem az ukrajnai testvérvárosokba is küld jelentős értékű adományt. A mai sajtótájékoztatónak is az egyik aktualitása, hogy július 29-én 3 millió forint gyógyszeradományt indított el Nyíregyháza városa az ökumenikus segélyszervezet bonyolításában, 1 millió Beregszász, Ungvár és Ivano-Frankivsk testvérvárosokba. Nagyon örültünk, hogy sikerült ezt a transportot megszervezni és célba jutatni a gyógyszereket. Az alpolgármester elmondta, folyamatos a segítségnyújtás, továbbra is várják a természetbeni és a pénzbeli adományokat.